Nincs olyan magyar ajkú ember, aki ne ismerné az Edda művek legnagyobb slágereit, vagy ne tombolt volna legalább egyszer életében egy Edda koncerten. Sok szeretettel köszöntjük az együttes énekesét, Pataki Attilát. Szia Attila! Szia! Szervusztok, üdvözlet mindenkinek! Sziasztok! Isten Isten! Úgy örülünk, hogy itt vagy velünk, és mielőtt még belemélyülünk a jelenbe, egy kicsit lapozzuk fel az emlékes könyvünket, és mesélj nekünk arról, hogy milyen gyerek voltál te, mit szóltak a szüleid a rockerségedhez, vagy úgy egyáltalán milyen szakmát szántak neked? Hú, hát ha innen kezdjük, akkor remélem, hogy egy 5-6 órás felvételre készültetek. Azt hiszem, hogy aránylag rendben volt minden velem is körülöttem, hiszen édesanyám óvó szárnyai alatt növegethettem. Általában ott voltam, amikor gyúrta a tésztát, ott voltam, amikor a Pacsirta rádió is ott volt persze velünk állandóan, mindig szólt a zene, és ha csak nem volt valami tragédia a családban, akkor anyukám mindig énekelt. Én meg ott voltam vele, és mindent elestem tőle, amit el lehetett lesni, úgyhogy valahogy innen indult, és természetesen hát a rock'n'roll hozzátartozik, hogy a munkatársnői a csokoládgyárban rendszeresen jöttek át, ott vagy beszélgettek, vagy kártyázgattak, vagy csoki likört készítgettek, és hát én ott már akkor észrevettem, hogy bizony a gyönyörű formájú nők, hát az nagy csoda, kérem szépen, és aztán édesanyám elmondta, hogy kisfiam, bizony, mert ha ügyelj arra, hogy ha tudsz, akkor mindig nők körül forgolódj, akkor jól fogsz járni az életedben nagyon sokszor. Néha megégeted a körmöd, de megéri, hidd el nekem. És mindenben igaza volt, mint mindig. Hát azért minden indult a zene. De édesapám is muzikánál is volt, nővérem harmonikázott, tehát a muzsika, a zene az ott volt benne, ott volt a családban. És az éneklésen kívül ugye más szakmába is belekóstoltál. Hogyan csöppentél például az oktatásba, hiszen rövid ideig testnevelést is oktattál ugye egy miskolci iskolában? Igen, én tanárképző főiskolára szeretem elvégezni a tanárképző főiskolát testnevelésről a szakon, de hát ott aztán engem, és akkor persze párhuzamosan képesítés nélkül tanítottam, de hát nagyon rövid alatt elszólított engem onnan az úr meg a dolgaim, úgyhogy pillanatok alatt a 6 húros orosz dobozgitáromba kapaszkodtam, és már csak a zene létezett. Volt egy másik kitérődés, mert ilyen technikai ellenőrként is dolgoztál. És egyszer csak úgy eleged lett mindenből, és azt mondtad, hogy innentől kezdve zenélni fogok? Nem, én azt hiszem, mindig zenéltem, csak közben az élet még felpróbált és megpróbált eltérítgetni. Voltam én éppen, a szakmám eredetileg építésztechnikus vagyok, dolgoztam abban is egy fél évet, 3-4 évet, 1 évet, de hát nem, azért annyira erős volt a lelkem, meg talán az őrzőim segítettek, hogy ráterelni a helyes útra, ami az én utam, amit igazolt az elmúlt 47 év. Ez így van, és valószínű, hogy rengeteg női rajongód volt. Én emlékszem, hogy ha a 90-es évek elején találkozunk Attila, akkor... Bocsánat! Ildikó! Jó, de most már nem kell levakarnod magadról a rajongókat. Akkor hogyan tudtad lesöpörni ezt a rengeteg nőt? Várjál, mert itt fogalmazási problémák vannak, lesöpörni, de úgy akartam én. Fel nem merült, hogy lesöpörjem. Egyet sem. Hát, soha nem tettem. Hát nem. De akár mosolyok az rajta, de tegnap előtt például egy pár napra feleségemmel léptünk a saját életünkből, és meglógtunk egy kicsit 4 napra. Ez volt a pihenőm, a turné pihenő, és ott egy hölgy megjelent, tehát este a vacsora az elegánsra felöltözve, de ha te láttál gyönyörűen szépen, kedvesen, reszkető kézzel és rajongással és a tekintetében érkező nőt akkor, és formás és szép, és 2 gyerek anyukája, és Attila, hogy én hogy beléd voltam zúgva, és ott állt a feleségem, mondom, ez nekem jó, drága, ez nekem jó, köszönöm, de mondom, hogy legfőképpen persze a dalok. Szóval anyának igaza volt, mindenben igaza volt, ebben is látod. És azt hiszem, hogy ez megmaradt, tehát a női principium, a női imádat az életem végén és még azután is egészen biztosan így van. De hát ez a rock'n'rollhoz hozzátartozik, ez is tart minket fiatalon, ez is segít abban, hogy az ember napra készen tudja megélni az élményeket. De egy kicsit beszéljünk a zenekarról is, ugyebár, hiszen azért nem volt egyszer. Azt hittem, hogy csak a nőkről fogunk. Nem, az csak nekem a nőkről. Jó.
Azt majd egy másik adásban is megbeszéljük. Mesélj egy kicsit arról, hogy milyen volt a kezdetben az Edda, hiszen ugye nem volt azért egyszerű a kezdés, egy adott ponton fel is osztott ugye a zenekar. Gyerekek, de akkor nem jutunk el a második lemezig se. Ha kezdetről beszélgetünk, akkor egy 20 perc múlva a hármas számú albumnál fogunk tartani. Eddig tökéletesen válaszoltál amúgy mindenre. Akkor maradjunk a nőknél. Engem az érdekel, hogy a feleséged hogyan tolerálja ezt a rengeteg női rajongót? Bízik benned? Először, maximális a bizalom. Kettő pedig ő ebbe érkezett. Tehát mi 13 éve élünk együtt, és szerelembe és házasságba, és abszolút ebbe érkezett bele, ebbe a rock and rollba. Tehát neki egyáltalán nem volt ebben semmi szokatlan. Volt, amikor is ott volt a közönség soréban, tehát nincs ebben semmi. És nézd, én mára már azért nagyon komoly alapoxiomákkal élek, és tudom azt, hogy és ezt ő is tudja, hogy senki és semmi nem a tiéd. Csak morbid módon mondom, csak mindig, minden nap kölcsön kapod még a haláltól, még egy napra. Tehát, de aki egy valóságos valóság, tehát a halál az én gondolatiságomban és hitvilágomban abszolút olyan, hogy jön olyan része, a legalább olyan fontos, mint a születés. Tehát nincs, nem birtokol ő engem, én se őt. Tehát nem elnyerhetem, minden nap elnyerhetem a szeretetét, a szerelmét, és így sokkal könnyebb is volt a korszakaim, amikor balkáni módon az enyém, az énnőm, a bőrra, ne nézzen senki, dehogy is, tehát hol, senkit mondom, és semmit nem birtokolsz, csak kegyes az élet, és ott van veled, és szeret. Hát az én kérdéseim azon, hogy mind a zenekarhoz kapcsolódnak, úgyhogy akkor esetleg menjek el egy szünetre. Hagyjuk már ezt a zenekaros díjat, olyan jó témánál vagyunk. Jól meg tudod élni a pillanatokat? Azt mondtad, hogy nem félsz a haláltól. Hát abszolút nem. Abszolút a jelenben élek, ezt tanulom már jó ideje Krisztián barátomtól, mesteremtől és sok más nagyon okos embertől. De a jelenlét nagyon fontos, a legfontosabb, hogy egyetlen egy biztos ponton az életünkben a most. Ez Eckhart-tól lenne, hogy jól megfogasztom, most a jelenünkben, jelen lenni a jelenünkben, az emberek a legtöbb problémából fakad, hogy a múltat füstölnek, vagy a jövőt fürkészik megállás nélkül, és alig vannak ott, ahol vannak éppen most. Úgyhogy én itt vagyok a jelenben, most például veletek beszélgetek, és ez a legfontosabb ebben a pillanatban. A nőkön kívül amúgy, mi az, ami még motivál téged? És a zenén kívül mondjuk, még mi az, ami kitölti a mindennapjaidat? Hát igazán semmi, megmondom őszintén. Uh-huh. Tehát... ez jó élet amúgy, figyelj, irigyellek. De, hogy ügyeskedek. De hát... Az az igazság, hogy tényleg az Edda az életem, az életünk, és minden, ami körülöttem van, minden ehhez áll föl. És azt hiszem, hogy ők is, akik velem vannak, és a Jóistenke egymás mellé rendelt minket, a családtagjaim, vagy épp a zenésztársaim, mindenki ezt a fajta csodát éljük meg, amit az Eddáság jelent számunkra már 47 éve. Ezt az óriási Isten, a lehetőséget, hogy minden nap, amikor felkelek, ott van bent a akár a hálószobában, az irodámban, mindenütt ott van egy kis papíron, hogy köszönöm neked, Teremtő Istenem, mindazt az áldást, amiben részem volt, és amiben folyamatosan részesülök. És az így van, az összes kínok is, és megpróbáltatások mellett is, én egy csodálatos életet éltem eddig is, és élhetek. És ezt én megköszönöm a Jóistennek, és akkor ennek ők ez az életünk. Az Eddáság, tehát mi nyaralni sem úgy megyünk, vagy bármi, hogy most ebből az életből, akkor ilyen, vagy a hétvége, hogy akkor kilépek az életemből olyan értelemben, hogy hétközben, mert ha ki kéne lépni, és akkor az azt jelenti, mondjuk a hétvégén, például azért rossz fogalom ez, hogy akkor azt jelenti, hogy hétfőtől például akkor nem a saját életemben éltem, nem a saját életemet éltem, hanem mi másra, ami rám kényszerített, akármit, és majd szombat, vasárnap, majd akkor igen. Nem. Uh-huh. Én olyan egyelmi állapotban élek, hogy nekem a 24 órám és az egész életem kerek egész. De ezért meg kell dolgozni kőkeményen minden nap. Mint a szerelemért és a párkapcsolatért, és igen.
Igen, engednek, hogy megkérdezze. Mindjárt összeverekedünk a kérdésekért. Én erre nagyon kíváncsi vagyok, amúgy, mert én is nagy rocker voltam, de arra lennék kíváncsi, hogy amúgy régebb milyen volt a rock? Vagy milyen mi volt az, az hogy a rockos élet? Biztos, hogy most is most az is ott van, igen, az szívennek egy részként. Ha egyszer valaki rocker volt, akkor most is az. Igen, de most már csokornya kezdőben ül. És, hát most ilyen anszunkban nehéz lenne kijelentenem, hogy nagy rokkos vagyok. Nem, az anszunknak majdnem semmi köze hozzá. Uh-huh. Én pillanatokra cserélnék veled, és felvenném ugyanazt a smokingot, talán még van is valahol elrejtve, most elrejtett egyet. Gyere, cseréljünk, mert egy jobb szeretem a lazád. Ha nagyon kéne valahova, de én ott is én vagyok én. Én felvehetek egy csillogó flitter, és hát abban is én vagyok én, és egy alsónadrágban is én vagyok én. Szóval ott nem változik a dolog. Az affinitás, igen, az évek azok meg tudják koptatni az affinitást, és akkor esetleg az ember már nem olyan lendületen, nem olyan hévvel létezik, vagy él, vagy a körülményekbe szorítják, de én nem engedek a dolgokból, tehát mi most ez ott a 4 nap alatt, komolyan mondom, 3,5 napok tulajdonképpen igen, de felszabadultan annyit nevettünk Orsival, nevettünk, akkor hát röhögtünk. Annyit pohóckodtunk, annyit marháskodtunk, én elbújtam a szekrénybe, keresett mindent, hogy hol menjünk már vacsorázni. És én a szekrénybe álltam, és úgy röhögtem, mint gyerekkorban, amikor anyukának elbújtam. Szóval, és ez nem degeneráltság, és ez nem hülyeség, hanem olyan felszabadult létezés. Tehát nem, a smoking az nem takarhat el semmit, ha ott van benned. Mint a szeretet is, tehát az nem függ attól, hogy milyen cucc van rajtad. Nagyon elgáztudva is lehet az ember nagyon aljas, és nagyon ártó, és rongyokban is hatalmas nagy lélek. Tudod, hogy mennyi ember vágyik erre, hogy egyszer elérjem a nyugdíjas kort, és tudjak még nevetni felszabadultan? Uh-huh. És milyen szerencsés vagy, hogy te ezt megélted? És ez nagyon sokat emlegeted Istent a dalokban is, és az előbb is meséltél róla. Mindig fontos volt számodra Isten? Hát én sem hitben nevelt, úgyhogy ilyen szempontból is szerencsés vagyok. Gyerekkoromban még minisztráltam. Aztán sok minden más is megérintett, és már 15-16 éves koromban szerencsém volt, mert az első párom édesapjának elképesztően színes könyvtára volt, és ott én azért 16 évesen már Szenekát olvashattam, Ránad Tagórét, tehát azért ott a vasgyári közegben a fiúk ebből ilyeneket nem nagyon olvasgattak, de nekem ebben is szerencsém volt, Karintit, sok-sok minden csodát, és ebből fakadóan aztán megnyílt a világ, és akkor elkezdett érdekelni később, már 20 éves korom táján, akkor rájöttem, hogy az érzékszerveimmel a valóság 4-5%-át érzékelhetem, megtanultam, és akkor mi van a 95-tel? Akkor elkezdett az érdekelni, ekkor jött a tártos világ, aztán az elvezetett arra, hogy honnan jöttem, miért vagyok itt, merre tartok, és 1000 kérdés hozott magával, és aztán megtanultam pálcával kimenni energiazónákat, vizelet, Hartmann zónákat, egyebeket, mindent, ezért hálás vagyok nagyon sokaknak, akik segítettek ezen az úton végigmenni, de elsősorban Kovács Andrásnak, és aztán itt vagyok most, és ma már sok minden formál engem is, de a legnagyobb boldogságom azért az, hogy ide a Kárpát-medencébe születettem, és ezen az elképesztő csodálatos ragozó nyelven írhatom a dalaimat, énekelhetek, az embereket érdekli, eljönnek. Azért most is voltunk, a Csíkszeredában játszottunk, Aradon játszottunk még 2 héttel ezelőtt, Beregszászon voltunk ott közel, és már ma nem lehet kamuzni, mert ott a kezetekben a kis készülék. A szervező szerint közel 15 000 jöttek ki a koncertünkre, soha ennyien magyarok ki nem jöttek, és állítólag sok ukrán is hallgatta a zenénket. Tehát ezek óriási lehetőségek, ez a sztársors, sztárság, és ezt én már azért alányok tudatosan élem meg. Irigyelni meg ne irigyelj, mert azért rengeteg, vagy irigyelni esetleg az, hogy azt gondolná, hogy ez a patak, ez aztán ennek áll az ászor, ennek szerencséje van. Mindenben is volt mindig rengeteg fajta, mindenféle
kinnak, tehát megküzdenem dolgaimmal, önmagammal, környezetemmel, mindennel, de és aztán a megfelelés, mert itt aztán az egy idő után azért elképesztő magas és mély szintű megfelelés van. És ha az ember pláne egy idő után tudatosan vállalja azt, ami a sorsa, a magyarságát, akkor már azért nem csak tapsolnak, hanem jönnek a hátbavágások, ököllel, bármivel, sőt láthatatlan késsel, mindennel. Ezekhez is fel kell állni, tehát nem állítom azt, hogy 24 óra kacarászás az életem, de minden részt megkeresek arra, hogy boldogok legyünk. Tehát a boldogság bennem ott van, én tudom. Én boldog ember vagyok. Hogy a körülmények megszorítanak néha, meg a világ most éppen a szakadék felé rongál, hát az a világ dolga, az én dolgom meg az, hogy szeressem a fiaimat, a gyermekemet, a hazámat, a nemzetemet, és például Mosszombaton ott legyek a békemeneten, ott elől. És hogy szeressük önmagunkat, az is nagyon fontos, mert akkor jobban szeret minket is a környezetünk. Van vele munka. 230 dal született meg a pályafutásod alatt. Erre mindre emlékszel? Vagy azért időközönként, mikor kiválasztódik az a 20-25 dal koncertenként, azért jó rá kell ismételni? Valami egyszerű. Egy olyan 130-150 dalt bármikor el tudok énekelni, ha kell, vagy emlékszem, és ha olyan van, amit nézd, azért minden lemezről, minden albumról maximum egy nóta képes fölkerülni a műsorba, ahogy rendszeresen játsszuk, de általában még egy sem. Tehát azokat a dolgokat, amit mondjuk 15 évvel ezelőtt írtunk, és szinte és egyet egyszer sem játszottuk bulin, hát annak nem biztos, hogy minden leszek a fejemben van, de ha egyszer meghallgatom, akkor tudom tolni, persze. Na nézzük, van erre olyan... rá is, mert mondom, idézek. Dobjad. Fejed fölött múlnak el az évek, nem tudod, mi lesz még belőled, apád szavai mind lekoptak rólad, érzed, nem szeretnek, átnéznek rajtad. Ez egy nagyon szép dalocska, igen. Hát azért az egyes-kettesekre még azért elég rendesen emlékszem, tehát a művek egyes-kettes albumára, úgyhogy ebben nincs gond. Persze, hát onnan is a nagy kötelezők, de mondom, hát éppen most van ilyen kunst, hiszen december 28-án itthon az Arénában játsszuk a Retro 2 című nagyon nagy évű produkciónkat, és ebben az a lényeg, hogy ott 2000-ig az első két lemez, sőt első három lemez anyaga már lement, az egy Retro 1-esen, és most a kettesen 2000-ig játsszuk a dalokat, és ott érdekes dolgok vannak, például az érdem, meg mit tudom én, meg a színház, meg olyan dalok, így akarom, amiket alig játszottunk, és ezeket azért egyszer át kell ismételni, aztán már vágjuk ezerrel, persze. Na, de akkor most én kérdezek egyet. Ha megengeded, mi gyakorló zenekar vagyunk. Tehát mi az a zenekar vagyunk, aki próbál. Mindig próbálunk, állandóan próbálunk, minden előtt, semmit nem bízunk a véletlenre, így aztán olyan nem lehet, hogy... Szóval minden, az arénára minden a helyén lesz. Na, Ildikó kérdez most egyet. Mikor született az Álmodtam egy világot című dal? Hát pontosan akkor, amikor megírtuk. Tehát én úgy emlékszem, hogy pontosan akkor született, amikor megírtuk. Hányban? De azt hiszem, volt előtte egy sokkal fontosabb élmény, vagy fontosabb dolog az élmény, megélni. Tehát minden dátumtól fontosabb, hogy a mi dalaink megélt élmények alapján íródnak és íródtak. Ez a lényege mindegyiknek, és igazán nem a dátum, hidd el nekem, hanem hogy megélt élmények alapján, ezért szeretik annyira az emberek, és ezért tartják ennyire magukénak. Minden dalunk megélt élmények alapján íródik, most is. Van olyan dalod, ami nem tartozott a legnagyobb slágerek közé, te viszont nagyon szereted. Hát biztos számtalan van ilyen, itt van az Aréna műsor, hogy először látják bárki is, az Aréna műsor vázlata, itt van fölírva, látod? És itt van, mit tudom, olyan, a színház, így akarom, a változítőket is itt kárszottuk. A csendes embert egyáltalán nem még. Tehát számtalan olyan dal van itt, a sziklaszívet is nagyon-nagyon ritkán játszottuk még. Vad éjszakák, hú, imádom, nagyon-nagyon erős. Úgyhogy szeretnének boldogak látni, azt a dalt is elég ritkán játszottuk. Na, még kérdezek. Hát van, 230-ből van, igen. Csak bátran engedd el magad. Oké. Mely dalban találhatóak az alábbi szavak? Valaki,
Miskolc, vigyorog, indulok. Egy dalban ezek megtalálhatóak. Ezek valaki. Valaki, sarkon Miskolc. Sarkon valaki. Igen, Dobrusz, hogy melyik, ez nem tudom, mi ide lenni. Miskolc. Mit Miskolc adhatok? Nem az? A dal címére vagyok írva. Edda Blues, mondom, Edda Blues. Elhagyom a várost. Hát igen, jó, de mi soha nem úgy mondjuk, hogy Edda Bluesnak hívjuk. Bocsánat, igen, elhagyom a várost, de mi Edda Bluesnak hívjuk a dal, bocs. Ja. Igen, igen. Na nem vagy ti a dal, mindjárt elénekeljük mi itt ketten. Amúgy egész nap amúgy Edda dalokat dúdoltunk. De várjatok benne, de tudjátok, mi a nagy kunszt, hogy ma van a feleségem négy napja, orsolya nap. Isten éltesse. Hát, köszönjük szépen, átad neki, és de tulajdonképpen nagyon jó kedvel ébredtünk, és nagy boldogsággal, szépen emelte virágér, hogy illik meg mindenet, ahogy kell ez. Nagyon szép virágér, és nagyon jó kedvünk volt egész nap, és én is eltadalokat dúdoltam, úgyhogy tulajdonképpen egy hullámhosszon vagyunk. De jó. És hogyan lett az Edda Edda? Eleinte hát hívtak titeket rocksrácoknak, miskolci bakancsosoknak, Griff volt az eredeti nevetek, igaz? Hát az amatőr egyetemi zenekar volt, nekem ahhoz nem volt közöm egyáltalán. Amikor oda kerültem, akkor már megvolt ez az újzlandi balladákból, germán énekekből megörökölt Edda női név, és mivel hölgy női basszusgitárosunk volt akkor, Béli Katalin, ezért választották ők akkor még az Edda nevet, és aztán úgy került hozzá, úgy raktuk hozzá a művek nevet, és ebből állt össze a Edda művek, hiszen ott volt a Lenin-Kovászati művek mellettünk nem messze, ott füstölt a gyár, és mi rengeteget dolgoztunk, már akkor elkezdtünk próbálni éjjel-nappal, és a melónak, a munka, belefektette munkának a jelképe tulajdonképpen a művek nálunk. Úgyhogy egy női név, mi más lehetne, és a belefektetett meló. Enged meg, hogy elárulja még azt neked, hogy én nem tudom, enszer tomboltam már a ti koncerteteken itt Erdélyben, ahányszor voltatok, és mindig hihetetlen energiát tudtok amúgy megmozgatni. Hogy készültök amúgy egy-egy koncertre? Van ilyen valami gyakorlás, hogy felkészülés, rutin esetleg? Sokat gyakorolnak. Igen, gyakorláson kívül. Például, és az egy egészséges önbizalmat, úgy, ahogy mondod, jól mondod, igen, és csak az ad egészséges önbizalmat, de a tudás, de természetesen megvan a általában azért megérkezünk, és ebben az a csodálatos, hogy öt világtáj, égtáj felől, mert különböző égkel lakunk, különböző érzelmekkel, különböző magunkkal hozott problémákkal, vagy éppen boldogsággal, vidámsággal, és aztán az öltözőben mindig megtörténik az a csoda, hogy átveszünk az utcainkat, és a színpad felé fordulunk, ott már kezdünk összerázódni, és ahogy felléptünk néhány lépcsőfokkal fel a színpadra, ott megtörténik az átváltozás, az átalakulás, Edda művekké válunk. Hol. Ez tényleg egy áldás. Edda művekké válunk, és onnan már semmi más nem létezik, csak a közönség és mi. És ami a dolgunk, boldogságot adni. És boldogságot adunk, hál' az Istenkinek, ez a dolgunk. Az unokád már kívülről fújja az Edda műveket? Hogy? Hát ő a nyár egész turnéban végül Lilika ott volt velünk, persze, és jönni a lány kávás erdült, és persze, ott állom, mikor álomcímű dalt játszok, akkor kivágódik, és ott énekel velünk. Mondom, mi egy nagy hatalmas családként létezünk, csak nincs a családnak vége széle létszámban, hiszen a legszéle az valahol láthatatlan, mert az a Kártmár-Berencén, de még világszorványában élő magyarok is nagyon-nagyon szeretik a mi zenénket, úgyhogy nincs vége. Az Edda tábor, az Edda család, ami nagy családunk. Egészen nagy ez a Pataki család, ez az Edda család. Van valamilyen titkotok? Hogyan tudtatok ilyen sikeresnek megmaradni ennyi éven keresztül? És hát beírtátok a magyar rock legendák közé magatokat. Ez most egy nagyon kemény kérdés. Most ha titok, akkor nem árulom el. Hát de gondoltuk, hogy pont most, csak nekünk az csak Erdély itt. Magyar Televíziónak, az Erdély közönségnek megosztod ezt. Igen. Hát nézd, erre csak azt tudom mondani, hogy azért néhányszor megtettem életemben, hogy itt azért szakrális dolgok is közrejátszanak,
én tudom, hogy az életben hitvilág, hogy nincs véletlen. Tehát mi öten nem véletlenül vagyunk együtt. És nekünk dolgunk van, ezért terelt össze minket a Jóisten, a sorsunk, ki mibe hisz, ki mibe akar hinni, és ezért lettünk ebben műveké, nekünk dolgunk van, és a dalainkkal tényleg a legalapvetőbb lényeg az, hogy boldogságot adunk és boldogságot kapunk. Aztán az én dolgom még ott az ideológiai része, amikor hát beszélgetünk a közönséggel, tartjuk egymásban a lelket, ha kell. Tehát nekem dolgom van itt a Kárpát-medencében, és teszem a dolgom, ami az enyém. Mindenki tegye a magáét, és akkor rend lesz, akkor meg lesz az, ami dolgunk, a fény és a szeretet felmutatása, mert ez az igazi dolgunk itt a Kárpát-medencében. Nemrég ünnepelted a 70 éves születésnapodat. Igen, utólag is boldog születésnapot. Hogy ünnepeltél? Isten éltessen sokáig. Nagyon szépen köszönöm. Boldogságban, szeretetben, szerelemben és megtiszteltetésben, hiszen a barátaim, a feleségem a barátaimmal egy meglepetés bulit hoztak össze. Nekem nem volt még olyan az életemben, úgyhogy tényleg meglepődtem nagyon. És azon kívül sok minden fel sejlik ilyenkor az emberben, megint anya, amit mondott, hogy a kor az nem érdem, csak állapot. Azt számít, hogy mivel töltöd ki az életed percét, hónapjait, éveit, vagy teljes életidődet, ez meg rajtad múlik. Úgyhogy én igyekszem egyre van is egy tudatosabban létezni, élni, tenni a dolgom, élni a hétköznapjaimat is kitölteni, megpróbálni tenni. A teremtő Isten útmutatásai alapján tenni az emberiségért, ezek nagy szavak, de igen, tenni a nemzetemért, tenni a családomért, tenni magamért. És írni sok jó nótát, és sok jó ebdabulit játszani. Nekem ez a dolgom. A siker az nem cél, az utazás, és az igazi siker az, ami másoknak örömet okoz. Ez nagyon fontos nekünk, ez a egyik fontos iránymutató. Látszik rajtad, Attila, hogy jól éled meg az életed, mert abszolút fiatalos vagy. És ez pont ezért igen, van. Igen, mert nincs fel. És látod, ebben tudod, még a nagyon nagy, hogy a feleségem véleménye is ez. Na nem mondom, hogy áruld el a titkod. Mert a titok az titok, ugye? Elmondom, megmondom neked, mert hogy merjünk egy kicsit szabadabban csapongani. Épp férfi csapattal beszélgettem egy jó pár hete, és dumáltunk, és kor meg nem kor meg állapot, minden stb. És ültünk ott, hogy 60-70 férfiak, és akkor, hogy úgy, még ugye a végén is maradtam, mert nagyon úgy összekaptak a vélemények, és akkor, hogy nekem mi a véleményem, és akkor elmondtam, hogy én úgy gondolom, nem vélemény, csak én úgy gondolom, és úgy is élem meg, hogy az öregedés egy férfi számára mindenképpen, azért tudom mondani, mert férfi vagyok, de gondolom, egy hölgynél, nőnél is így lehet, de onnan kezdődik, ha csak nincs valami egészségügyi csapás, vagy bármi más, amit viselni kell, akkor onnan kezdődik el az öregedés, nem korkérdése, onnan kezdődik az öregedés, amikor az emberből elmúlik a tetszés vágyás, tetszeni vágyás. Uh-huh. Amikor egy férfiből elmúlik, amikor az egy másik csoda. Én csak az alapvető dolgot mondom, ami elindíthatja a gyorsan az öregedést, hogy úgy dönt egy férfi, egy pasi, akár csak arról lesz, egy férfiról meséljek, amikor úgy dönt, hogy igen, már 15 éves házasok, 20, már megvan így kész, hát igen, úgy ismert meg, igen, 85 kilósan, és ezzel nem bántok senkit, mert magányon ugye kinek, hogy miért akar 150 lenni, vagy 200 kiló, de én most az öregedésről beszélek, és akkor úgy dönt, és akkor egyszer csak elhagyja magát, és már csak 100, 110, 120, és jó az úgy, és már nem fontos megborotválkozni, már semmit se fontos, csak enni, inni és létezni. Hát ezt nem mondja nekem, hogy ez nem teheti esetleg kérdésesé, hogy végélik együtt az életüket. Tehát a tetszeni vágyás, és az nem csak erre vonatkozik, arra, amikor kimegy az utcára, és nem pénzkérdése, ez anya tanított engem el a gyerekkoromban, akkor is, amikor egy szár farmerom volt, és egy szár ünneplő ruhám, hogy tetszeni, igen, azért is. Nem elhagyni magát az embernek testben és lélekben, hiszen a testlélek és szellem aránya, ha megváltozik, akkor már kezdődnek a problémák. Testlélek és szellem. Ha ennek az aránya bármelyik javára bukik, ott már kezdődnek a problémák. Úgy mondják ezt nálunk, hogy
megemberesedett és elasszonyosodott. Na de én kívánom nektek, hogy ne emberesedjetek meg. Maradjon igen örök fiatal. Köszönjük szépen, Attila, hogy itt voltál velünk. Isten, szervusztok!